Sziasztok! Jó napot kívánok, köszöntelek benneteket, tartsatok velünk, szerintem érdemes lesz. Én azt gondolom, hogy egy igazi ritkaságot fogok mutatni nektek. Nem azért, mert hogy ez egy korosabb autó, hanem annak ellenére, hogy korosabb autó, egy nagyon szép és jó állapotban lévő, abszolút. Én azt gondolom, hogy ez egy igazi ritkaság, és én biztos vagyok benne, hogy hamar meg fogja találni a gazdáját. Semüvegemet mindjárt kinyitom. Sikerült. 361.561 kilométert futott, ezt az ügyfélkapun ugye meg tudjátok nézegetni, majd Péter Hugo W797 ugye a rendszáma ennek a járgánynak, a 320-asunknak, egy kombiba ülök különben, 2171 köbcentis soros 6 hengeres motor van benne, ami 125 kW, azaz 170 lóerőt, tehát szépen szedi a lábát, illetve nagyon kellemes hangja is van. Ezt majd fogjuk próbálni, és nem a hangot, hanem magát az autót is. Amúgy látjátok, teljesen hibamentesen dolgozik az autóban a motor, meg minden egyéb elektronika. 9,9-es átlagfogyasztása van a járgánynak, ennek a nagy motornak, ugye ez a 170 lóerővel, úgyhogy automata sebességváltó dolgozik itt a motor után hátrafelé, hiszen ugye az autónk ugye hátsó kerék meghajtású. Az összes extra működik benne. Mégpedig már elég sok mindent bele kértek újonnan. Hát éppen most sütöm szét a fenekemet, úgyhogy kikapcsolom benne. Ez mindkét oldalra ugye három fokozatban ugye állítható. Digitális automata klíma van benne, pixel hibamentes ugye az autónknak ez kijelzője. Aztán van benne egy másik nagy kijelző. Ő még nem érintő képernyős, viszont mindent ugye tud. Például még navigációt is tud. Ott a hátuljában megmutatom nektek, hogy mennyi minden kütyüt bele szereltek az autóba, és itt is ugye azt hiszem rányomtam ide, úgy is ugyanazokat látjátok a fogyasztási adatokat ugye, ez a fogyasztáshoz az 55-ös átlagsebesség volt, amúgy pedig tökéletesen hibátlanul teszi a dolgát, minden cenét kipróbálgattam rajta, meg nyomkodtam, úgyhogy tökéletes, és ott a kis GPS jelisünk különben. Aztán van benne két darab elektromos ablak, én ezt szintén kipróbáltam, ez is működik benne. Aztán sötétedik a tükör, ugye, tükrök balkész felől ugye innen állítgathatóak, ő is működik benne. És egy szép bőrkormányunk van, amiben egyszer zenevezérlő van, és egyszer pedig tempomat, ott a kis zöld lámpa meg is jelent rajta. A belseje is nagyon mutatós, tehát nincs lekofa, kicigizve, nem kutyás, nem macska szőrös, nincs bele csokizva, belerágozva egyébek, tehát ez biztos, hogy nagyon szerette az előző, vagy előző gazdáik. Nézzétek meg, a vezetőülést is hibátlan állapotban van, és küszöbök, és ezüst színű, mindjárt kinyitom az elejét, ezüst színű kombiba ültünk bele, alufeln is jó állapotú téli gumiszett van az autón. Én azt gondolom, hogy tényleg korához mérten ez egy olyan kaszni rajta, ami szemet gyönyörködtető, nincs lehúzva, nincs összekaristolva, nincs összehorpasztva, szépek a lámpái, kötfényszórós egyszer, és akkor hallgassuk meg azt a 6 hengert. Már élmény ránézni is különben, nem csak utána ugye használni, az még nagyobb élmény, de már így is kellemes. Jó hangzása van, szépen ciripel. Másfél év műszaki van rajta, 25.8. fok, 23-ai, és mint látjátok, ugye az M3 autópark ki ez a gépjármű, úgyhogy tőlünk veszitek, ilyetekké lehet, hogyha jöttök érte. Persze csak ki kell fizetni, egyéb más nem kell csinálni, meg egy pár darab papírt megírunk. Tolató szenzorok, működik is benne. Aztán itt van egy hatalmas csomagtartó, róló valami kivehető, dönthető ülésekkel, csomagtér tárca, tehát alatta nagyon szép, tiszta, és ezt itt elhúzom nektek, majd visszateszem a helyére, itt a DVD meghajtó, telefon, hatlemezes CD tár, EU dobozka, ilyesmi, ezt majd visszateszem szépen a helyére, mert most elhúztam onnan, ha visszamentem majd a telepre íme hátulról. A hátsó utasoknak van itt egy kis kényelmi dolog, tálórekesz a könyöktámaszba, pohártartó mindkét emberkének,
és ugye vissza tudjuk így hajtani szépen, és ez az üléssor is tökéletes állapotban van, fejtámlák a helyükön. Én ezt akár ilyen gyűjtői szemmel is nézhetnénk különben, mert ebből sok ilyet nem lehet már találni az utakon. Na nézzük akkor. Megvan a két gyári kulcsa. Mind a kettő itt van. Leálltom nektek is, újraindítom. Az autóban van egy nagyon komoly indításgátló, amit természetesen tovább fogtok tőlünk kapni információként, még hogy kell használni, és ez is egy nagyon jó dolog, nem fogják elvinni biztosan, legalábbis ha nincs náluk daru, akkor persze nem, de amúgy meg elvihetik egy toronydarúval. Nagyon jó hangja van, eszméletlen. Hát és tolja az embernek a fenekét hátát, ugye egész más élmény, ugye egy ilyen hátsó kerekes autó. A váltó hibátlan, nem csúszik, nem ránt. Felhúzzuk az ablakot, akkor nagyon kellemes, tiszta hangzás van itt belülről, csend, szól a zene, minden, de rálépünk a gázra, akkor az a kellemes durozsolás, az ott van a háttérben mindig. Majdnem, hogy azt mondanám, hogy jobb hallgatni, hogyha ugye, lehalkítjuk a rádiót, hogy nagyobb élmény használni a kocsit, mint hogyha a zenét használnánk benne, mert annyira kellemes autózni. Amúgy egyenesen megy szépen, látjátok, gyönyörű az úttartása, gázadásra pedig fölvágódik a fordulatszámérő is. És megy, mint a golyó, abszolút tökéletesen hibátlanul. Én bízom benne, hogy nem sokára eljöttök hozzánk, és bele fogtok szeretni ebbe az autóba, mert abszolút beleszerethető ez a járgány. Na hát ez lenne a BMW-nk itt a M3 autóparkba, ide kéne benéznetek, tehát Budapesten mondjuk a 15. kerületben, fölkapcsoltam a világítást, ugye a műszerfalat látjátok, Szent Mihály út 90 szám, itt lehet ismerkedni ez az autóval, nyugodtan hozzatok magatokkal szakit, aki hozzáértőbb esetleg, ha nem bíznátok magatokban, vagy több szem többet lát verzióban, úgyhogy bátran gyertek el, állunk elébe, ez az autó nagyon gyorsan el fog kelni, szerintem. Sziasztok, a viszontlátásra!